Kedves nézőink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Hintaszék mai adásában. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm két vendégemet, Kovács Zsuzsannát és Bakó Lászlót, akik immár 23 éve házasok. Nagyon örülök és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, hiszen nem is Szekszárdon éltek, bár nem messze Szekszárdtól, Várdonban. Egy számomra is nagyon-nagyon kedves kis községben, hiszen szülőfalumnak a szomszéd faluja Várdomb. Zsuzsa, Laci, nem tudom, hogy milyen emlékek maradtak meg bennetek arról a 23 évvel ezelőtti május 26-áról. Hát 23 év az hosszú idő, de azt gondolom, hogy egy ilyen napot nem felejt el az ember egy könnyen, annál is inkább, hiszen 23 év voltán még egymás mellett ülünk a hintaszékben. Emlékezetes ez a nap annál is inkább, mert az esküvőnk helyszíne tette azzá. Az utolsó szabad napunkon az én emlékezetem szerint elmentünk a vármegyeházára, láttuk a feltárt köveket, keressük meg az oltárt, és ott hülyeskedtünk. Én erre úgy emlékszem, hogy jöttetek az anyakönyvi hivatalba bejelentkezni, és közben nagyon sok ügyfél volt, és megkértelek benneteket, hogy sétáljatok egy kicsit a Béla téren, és gyertek vissza egy kicsit később, és akkor visszajöttetek, akkor azt mondtátok, hogy egy nagy ötlettel jöttetek vissza, és nem tudjátok, hogy kivitelezhető-e, de ti nagyon-nagyon szerettétek volna. És akkor elmondta Laci, hogy mi lenne ez a nagy ötlet, hogy már pedig ti az esküvőtöket a Vármegyeháza udvarán szeretnétek megtartani. Igen. Hát mi avval a szándékkal mentünk, hogy összekötjük életünket hivatalos formában is, és rendezőirodánál kérdezték tőlünk mindenkit, hogy mi a kívánsága, szőnyeg, nem szőnyeg, ez az, amaz, mondtuk, jövünk ketten, meg a két tanú, azon kívül semmi. És aztán akkor tényleg így jöhetett ez a várakozási időszak, és közben lementünk a vármegyehoz, az udvarához, és bohóckodásként mondom, na, gyere anyu, oltár, elővezetlek. És akkor visszamentünk, hogy mégis hát egy házasságkötés, az életre szóló ünnep, és a többi, és a többi. Próbáltak bennünket rábeszélni, hogy ne annyira puritánul intézzük a dolgot, ahogy először gondoltuk, és akkor mondtam, úgy emlékszem, hogy hát ha lúd, akkor legyen kövér, akkor oldjuk meg ott. Igen, de nem csak ebben voltatok mások, mint a többi pár, hanem például magában az esküvői öltözékben is. Meg kell mondanom, hogy azóta is számomra egy nagyon nagy élmény volt a ti esküvőtök, hiszen ott olyan emberekkel is találkoztam, akiket ma is nagyon szeretek, és kellemes emlékek fűződnek hozzájuk. És a másik dolog pedig az, hogy puritán, említette ezt a szót, volt az öltözetetek is, ahogy felöltözködtetek. Ó, én úgy érzem, hogy rossz gyerek voltam világéletemben, de most is nagyon élvezem, hogy dőcölhetem a széket. Ez a hintaszék pont arra emlékeztet most, de amikor mindig rám szóltak, hogy nem szabad. És hát ott is azt hiszem, hogy ugyanez a reflex működött. Igen, és nagyon csinos voltál abban a fekete bocskaiba. Hát nem tudom, hogy hány kiló jött rád azóta, de most nem valószínű, hogy az a bocskai rád jönne. Biztos, hogy nem. Mennyi, nem tudom. 5 éve nem álltam legalább mérlegen, úgyhogy fogalmam sincs. Ne is áll rá most már szerintem. Zsuzsa, arra emlékszem, hogy nagyon megkapott az a nagyon-nagyon egyszerű mennyasszonyi ruha, amivel azóta sem találkoztam, hiszen manapság ebben csipke is, és tűcsodákban már teljesen elveszne a te nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon-nagyon-nagyon szép mennyasszonyi ruhád, amit kiegészített egy csokor, ami honnan is származott? Hát a szokástól eltérően természetesen magam vásároltam a piacon a jeles nap délelőttjén. Körbejártam és összeválogattam magamnak azokat a virágokat, amit én ebben a csokorba szántam, amit én legjobban szeretek, és azóta is kedvenc virágom a fehér margarita.
És hát ezt tűztem a hajamba is, semmi fátyol. Igen, csodálatosan szép, hosszú, fekete, egész korom fekete hajad volt, emlékszem. Igen, egy kicsit ezüstös lett azóta. Igen, hát a 23 év eltelt azóta. Aranyozom ezüst, ez igen, 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 de úgy látom, hogy a zsuzsa is a tiédet, mert te is rendesen ezüstös. Igen, igen, csak kőporos. Hát mi minden történt ez alatt a 23 év alatt, hiszen én arra emlékszem, meg hát többször találkoztunk, hogy Laci változatlanul is a kővel vívódik, és imádja ezt az alakítandó anyagot. Hát igen. Ez a szerelem, ez maradt. Igen. Sokat dolgozol? Hú, az itt én nagyon sokat dolgoztam. Épp mondtam is, hogy jövőre nem csinálok semmit. Most föllázadok. Fellázadsz? Nem baj, te annyira lázadó típus szerintem. Zsuzsa, a gyerekek már nagyon nagyok, ugye? Hiszen... Igen. 22 éves a fiunk, és 13 éves a kislányunk. A két gyerek között van majdnem 10 év különbség, úgyhogy a leánykát az orvosok is annak idején úgy nevezték, hogy Isten ajándéka. De hát valóban az. Úgy érzem, hogy nagyon szép és jó így, hogy egy nagy fiú és egy kisebb lány van a családunkban. A két gyerek nagyon szereti egymást, és úgy gondolom, hogy a sok rohanásba, a sok munkába, különféle elfoglaltságainkba azért valahol mégis nagyon szoros ez a kötés, azt hiszem egymás közt is, a gyerekek között is, a gyerekek is köztünk is, aminek néha látszat ellene szólhat, de ezt mi már így szoktuk meg, gyerekeink így fogadták el, és azt hiszem, hogy kölcsönösen kaptunk egymástól sok mindent, mi a gyerekeinktől, ők tőlünk egymástól, mert valóban a Laci az idén rengeteget dolgozott, 2-3 évre való munkát az idén letett az asztalra, úgyhogy joga van jövőre pihenni. De azt hiszem, igazat mondok akkor, amikor azt mondom, hogy olyan szempontból soha nem kényszerítettem, hogy más csináljon, mint amit akar. Igen, tehát, hogyha az évek táblatában nézünk körül, akkor én úgy érzem, hogy engedtem őt dolgozni. Most nyilván súrlódások voltak, lehettek, és a mai napig sem tudnám azt mondani, hogy mondjuk rendezkedjünk be kerti törpegyártásra, vagy valami jól fizető dologra, ha ő a követ szereti, amelyik egy nagyon szép anyag. Hiszem, hogy én is sokat megtudtam róla, és lehet szeretni a követ, ahogy ő dolgozik vele, úgy pláne, mert él a keze alatt a kő, és nagyon jó hallgatni, amikor dolgozik, amikor halló távolságban dolgozik, és ezek a kövek élők és melegek lesznek az ő keze nyomán. Hát azt hiszem, hogy ez csodálatos, ahogy a Zsuzsa a te munkádról és a csodálatos választott hivatásodról beszélt, Laci, akkor most téged arra kérlek, hogy egy kicsit fordított a szereposztást, hogy most beszélj te a Zsuzsa munkájáról, hiszen azt hiszem, hogy ez legalább annyira csodálatos gyerekeket tanítani. Milyen látott te Zsuzsát, mint pedagógust? Hú, ez gonosz kérdés volt. Igen. Igen, de Zsuzsa annyira adta nekem ezt a szöveget, hogy nem tudtam ellenállni, mert ha ő ilyen nagyon ismeri azt, hogy neked mit jelent a szobrászat, és mit jelent a kő, és én tudom, hogy ti nagyon-nagyon szorosan együtt éltek, bár az az igazság, hogy időnként a munka elszólít benneteket egymástól, akkor bizonyára te is nagyon sok mindent tudsz arról, hogy a Zsuzsának mit jelent az iskola, a tanítás, és a gyerekekkel való foglalkozás. Hát én úgy érzem, hogy neki körülbelül annyit jelent, mint nekem a kő, de nekem, hogy mondjam, elég. Bonyolult a viszonyom az iskolákkal.
soha életemben nem voltam iskola szerető. Na, én nem tudok ilyen rajongásra beszélni az iskoláról. De most attól függetlenül, hogy az tényleg egy csodálatos dolog, amikor olyan rakoncátlan kölykekből kölykeknél érnek el eredményt, mint ahogy nálam is egy pár kiváló tanárom, hogy hát valahol megtörténik az a csoda, az a varázslat, ami a kőfaragás közben is. Na, ezt a dolgot, ezt tisztelem a tanároknál, de egyébként az egész iskola rendszert, meg ezt az egész oktatási rendszert úgy, ahogy van, én nem szeretem. Igen, hát biztos Zsuzsának még több gondja lehet ezzel, hiszen manapság nagyon sokat hallunk erről, de ez a történet most rólatok szól. És akkor hadd kérdezzek vissza, hogy Laci, ugye fiatok, az most éppen katona, mire készül, ha leszerel, milyen tervei vannak, elárulhatjuk-e ezt az ő tudta nélkül? Hát azt gondolom, igen, egyébként a nyáron már leszerelt, és gyerekkori álma az, hogy tengerész legyen. Az igen. És nagyon örült neki, hogy a flottillához vonulhatott be, letöltötte a katona idejét, és hát kitart a tervei mellett, ha sikerül, akkor tavasszal elmegy hajózni a Dunára, majd később a tengerre szeretne kijutni, és hát ő úgy gondolom, hogy nincs is jogunk eltéríteni őt ettől, hiszen végül is valahol egyikünket se térítettek le arról a pályáról, amit magunknak választottunk. Igen, és hát egymást is támogattátok ezen a pályán. És Eszter, akiről mindig úgy meséltél, hogy ezer mindenféle dologgal foglalkozik egyszerre, és mindennel nagy intenzitással, ő most így 13 évesen. Azt hiszem, az Eszter abban a korban van, amikor nagyon sok minden érdekli, ebből következően nagyon sok mindent csinál, és nehéz választani valóban. Azt hiszem a kortársai között is sok mindent dolgozik a kislány, matematikázik, a helyi néptánc együttesben táncol, többször volt külföldön a tánccsoporttal, most pár hónapja kézilabda edzésekre jár, mellette sakkozik, és mindegyiket igyekszik jól csinálni. Hát az, hogy hová fog tovább tanulni, azt hiszem, az még az ő számára is probléma, vagy gond. Hát igyekszünk őt a választásában is támogatni. Milyen döntés volt az nektek, amikor kimentetek Várdombra rakni, hiszen nem tudom, de én abban az időben úgy éreztem, hogy Kovács Zsuzsanna és Bakó László annyira hozzátartozott Szekszárdhoz, mint a platánsor, vagy mondhatnék, mint a zeneiskola épülete, vagy mint a Garai szobor, mert valahogy annyira ide kötődtetek, a ti fiatalságotok annyira ide kötődött Szekszárdhoz, hogy született ez a döntés, hogy elmentetek egy kis faluba? Na, eddig olyan szépeket, meg okosakat mondtatok, hogy hadd mondjak már én is valamit. Én amikor Szekszárdról elmentem a gimnázium befejezése után, és visszajöttem, nekem ez a Szekszárd már nem az a Szekszárd volt teljesen. Tehát a pár év alatt megszűnt a Birbalog Ádám utcában macskaköves út, az árok, a hidak, és a többi, és a többi. Amikor visszajöttem, már aszfaltozott út volt. Ugye, ami a temető után kezdődött kifelé a Topeka, itt úgy mondták Szekszárdon. És valahol ebből a városból egy csomó dolog abban az időben kezdett eltűnni. A Baktai hegyoldal, nem is panel, hanem utinor, de teljesen mindegy, ilyen bérkaszárnyaszerű lakásban laktunk, annak ellenére, hogy a város egyik legjobb pontján volt, a Gement szállóval szemben, Mészáros Lázár 3-ban. Most ott dolgozni nem lehet, én nem szívesen járok el munkahelyre, még úgy sem, hogy a saját műhelyembe dolgozni. Kényelmes vagyok. Ha összerogytam a munkába, akkor
van közelegen az ágy. Nem is volt soha munkahelyen, ugye, Laci? Tehát te végül is ilyen igazi művész életet éltél, hogy mindig a saját magad ura voltál. Tehát mindig magad szabtad meg azt a munkát, amit, hát amit éppen el kellett végezni. Megpróbáltam. Igen. Most a Szekszárd sokat változott, és nekem kellett volna a hely is. A Birbalog Ádám utcában mi volt házunk, azt előbb-utóbb úgyis kisajátításra került volna, már akkor is tudott igen. volt. És abban az időben Szekszárdon építkezni csak a sorházak, hát abban az időben csak sorházakat lehetett építeni. Hát ez meg nekem abszolút, hogy mondjam, képtelenségnek érezem, hogy én ilyen helyre költözzek, vagy szerintem minden rosszat tartalmaz, amit egy lakás, meg minden rosszat, amit egy családi ház. És csak pont a jó hiányzik belőle. És ha már elmegyünk Szőlőhegyre, vagy akárhova, akkor már itt faluval arrébb is mehetünk. Na most így esett a választás Várdombra. Ott az egyholdas gazossal, a nagy házzal, szerteszéllyel, a kövekkel. Most el vagyunk. De már teljesen otthon érzitek magatokat, azt hiszem, hiszen azóta most már több mint 15 év eltelt. Hát én gyorsan otthon éreztem magam. Mert meg volt a szabadságod. Nem, még mielőtt oda költöztünk. Német Pista barátom a kölcsönzőből hozta a parkettcsiszolót, én megmondtam a várakozást, és hát mi az ördögöt csináljak. A nagy üres házban, hát fölmentem kocsmába, de hogy megtaláljon, kiírtam a kapura, hogy a kocsmába mentem Bakó. Hát mondanom se kell, hogy ennek híre ment mindjárt a faluba. És ezen keresztül, hogy mondjam, sok ismerettség kezdődött. Az egyik azért, hogy na, milyen ember ez? A másik meg, milyen ember ez? És valahogy elkezdődött a faluval való kontaktus, és ami úgy érzem, hogy talán már sokan ott a falon is úgy érzik, hogy ti odavalósiak vagytok. Igen, hogy nem is voltunk máshol életünkben, hanem mint hogyha ott született. Ez egy nagyon-nagyon jó érzés lehet. Hát Zsuzsának meg különösen meg gondolom, hogy a gyerekeken keresztül nagyon sok szülővel kapcsolatban vagy. És hogy vitted tovább azt a munkát, amit itt csináltál Szekszárdon, hiszen te mindig valahogy az ifjúság körül mozogtál, és mindig egy nagyon-nagyon közösségi ember voltál. Mennyire tudtad ezt ott a Várdombi iskolában megvalósítani? Hát azt gondolom, hogy az iskolára talán a legalkalmasabb terület gyerekekkel foglalkozni, még akkor is, hogyha az ember tudja, hogy elmennek. Elmennek, de valahol végleg sosem, mert egyszer visszajárnak, és ez egy nagyon jó érzés, amikor évek múltán megkeresnek, vagy van olyan gyerek, akit 10 éve nem láttam, leül mellém az autóbuszon, megtetszik ismerni. Hát van, amikor kutatni kell az emlékezetemben, de megismerem a gyerekeket. És az egy nagyon fontos dolog, hogy kötődjenek a gyerekek a mai világban, meg pláne. Amikor szinte minden széthullani látszik. Kiállításokat rendezünk az iskolában havonta. Ez is talán szokatlanabb dolog, mint egy másik iskolában. Igyekszünk a számukra szép iskolát biztosítani. Hol van, most már abszolút természetes. Vagy abszolút természetes, hogy igen. Végül sokat hallott magáról egyébként a Várdombi iskola. Én itt Szekszárdon az újságokban is, és máshol is sokat hallok arról, hogy a Várdombi iskolában nagyon sok minden történik. Tehát ez biztos, hogy jó eső érzés lehet. Mondjuk nincs messze Szekszártól, igen. De most aztán azért tenni is kell valamit. Igen, nyilván. Tenni kell valamit, és a minőség az egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekeknek lehet, hogy munka, meg nem biztos, hogy könnyen megy, de amikor a végeredmény megszületik, akkor ők maguk is láthatják, hogy ezért érdemes volt tenni, és akár szervezésben, akár egy előadásban, bármiben büszkén lehet vállalni
a gyereknek is, és aki belefoglalkozott annak is azt a munkát, amit elvégzett, tehát egy karácsonyi műsortól kezdve a Millet Centenárumi megemlékező műsorunkig, és valahol talán majd, amikor felnőnek ezek a gyerekek, nem szaladnak el egy múzeum elől, vagy legalábbis nem mindenki, talán segít nekik abban, hogy el tudják dönteni, hogy mi a szép, és mi a kevésbé szép. Talán segít a döntésben, és segít az értékválasztásban, ami azt hiszem egy nagyon fontos dolog. Hát nem tudom, hogy tudjátok-e, de szeretnék egy pillanatra visszakanyarodni a bevezetőnkhöz, hogy tudjátok-e, hogy akkor 1973. május 26-án ti egy hagyományt teremtettetek azzal, hogy a régi Vármegye háza udorán kívántatok házasságot kötni. Tudnék attól kezdve hosszú-hosszú évekig nagyon sok pár választotta esküvője színhelyéül ezt a csodálatos helyet, és egészen addig, amíg a kövek újra nem kezdtek egy kicsit kopni, és a gaz nem ütötte fel ezt az udvart, addig nagyon sok szép esküvőt tartottunk, de a tiétek volt a legszebb, ezt bizton állíthatom, és számomra is a legemlékezetesebb. Megköszönöm nektek, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és eljöttetek Várdombról egy kicsit Szekszárdra, ahol azért változatlanul mindenki tudja még, és örül annak, ha találkozik Kovács Zsuzsával és Bakó Lászlóval, és nem csak Bakó Lászlóval, hanem Bakó László szobraival és műveivel. Köszönöm, hogy eljöttetek, kívánok az iskolai munkádhoz, Zsuzsa, további sikereket, és nagyon sok erőt, egészséget. Lacinak pedig a szobrokhoz legalább annyi időt, amennyi eddig volt, és annyi szabadságot. Meg a Kovácsnak annyi türelmet. És a Zsuzsának annyi türelmet. De én azt hiszem, hogy ha 23 hogy évig volt, igen, bírja, és ilyen gyönyörűen beszélt a munkádról, akkor a türelem ezután is megmarad. Nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek. És szívem szerint Zsuzsának most egy nagy csokor margarétát hoztam volna a piacról, de sajnos ma sem margaréta, sem piac nem volt, úgyhogy engedd meg, hogy ezzel a virággal köszönjem meg, hogy eljöttél, és minden jót kívánjak neked. Köszönöm szépen. Köszönöm és szépen. Mindig is tudtam, hogy a Lacinál nem az számított, hogy vörös bor van, vagy fehér, hanem az, hogy sok, de azért engedd meg, hogy a Vármegyeháza borozójából. Te én nem tudok fölállni, hogy beszorultam a székbe. Ezt akkor oda jövök, és köszönöm. Nem puszilla. És a virágot pedig Zsuzsának a Borostyán virágüzlet küldi nagyon-nagyon sok szeretettel.